Sok a sérült a vendégcsapatban, Ivens enged el egy triplát, Körté esik közben, keresi a társat, Szabó személyében találja meg, Szabó labdája bepottyan, és a vitorlázásra, mint második eddigi sportágára összpontosít, közben Medve is úgy dönt, hogy megpróbálkozik egy triplával, találkozol majd január 8-án a második körben a visszavágó, közben Szabó szerencsésen jut labdához, és él a lehetőséggel, közben egy eladott labda, után jöhet a vendégcsapat, Ivens három pontos vonalon kívülről a Sördögök javára, Körté esély, Dugat, Ivens, Medve, ő is távolról, és ez is jó, Pocsics a büntető vonalról engedi el rövid, a dobás Dugat szerzi meg a lepattanót, egy nagyszerű labda Körté esének. Ez kimarad, viszont Szabóhoz kerül, és három pontot csinál belőle. Szabó. Ivens. Medve megint csak a három pontos vonalon kívülről, és újabb tripla. Dugat. Szabó egyből emelkedik, és dob egy triplát. 11 pontos vendégelőny az első negyed után. Nyilván fáradnak a paksi játékosok. Edwards adta el. És egy zsákolás Medvétől. Dugat. Ivens. Jó a kosár. Baki nagy lendülettel visszateszi. És kapunk belőle egy triplát. Aztán többet nem. Kovács visszalép. Lepattanót meg kéne szereznünk a lezdát. Nem lesz lepattanó, mert szerencséje van. Dugat megy el Tokács mellett, végig tudja vinni, és be is fejezi. Kovács, Ivens megint a három pontoson kívülről, és megint egy tripla. 6 pontra jöttünk fel. Ha azt mondjuk, hogy tartalékos a paksi csapat, így is nagyon erősek. Ivens próbálkozik, kieszteget, aztán Körtének teszi be. Medve 3 triplát dobott, ebből 100%-os 3 kísérlete volt. Dugat, remek megmozdulás, falttal együtt. Hát. És eladjuk a labdát. Ivens. Egy hatalmasat zsákol. Ismét Kovács kapja. De nem támadja senki, akkor ő dob. És 3 pontosat dob. Ivens. Körté esély húzza be a gyűrűbe. Középtávolira vállalkozik. Nincs semmi baja, jelzi, mert bedobja. 65-68, 3 pont a hátrányunk, továbbra is nyílt a találkozó. Szabó, Ellingsfeld, és bent van. Dugat, Ivens, Baki, Szabóra játszották a figurát, és Szabó Zsolt bedobja a triplát. Dugat, Ellingsfeld, Szabó üresen, teljesen üresen maradt. Dugat, Szabó azonnal válaszol rá. Dugat. Jó a kosár, 74-83. Kovács, labdát kellene szereznünk. Ivens. Szabó, és bedobja. 5 ponttal nyer a Paks, tehát ezzel az azonos pontszám esetén előnyben vannak velünk szemben.